Még pár forradalom, köztársaság, császárság, királyság, egy kommün, és íme Párizs a fényvárosa, hogy nem soká egy jó időre a világ fővárosa legyen. Ó, a Folie Bergère, hogy is mondják, tout le monde, azaz, hogy az egész világ. Itt van mindenki, aki számít, aki számítani akar, akivel számolnak, és aki már is számos, meg aki számító. Bázák figurák gyerekei és unokái nyüzsögnek, ki a kakasülőn, ki a karzaton, ki a páholyban. Leltározzunk egy kicsit a bárban. Szelíd borok, sejmes pezsgők, pár likör a pulton. A gonoszabb szeszek hátul az asztalon. Talpastálon narancs, még saját gyarmati áru, és majd középütt pohárban halvány rózsák, kurta szárral, férfi gombjukba valók. Leltározzunk még a bárban. Derékba szabott bársonykabátka, ujjain nyakán csipkedésszel, a dekoltást is csipke takarja, fölötte medalion függ az elmaradhatatlan bársonyszalagon, bolondos virág vagy művirág a keblek között. A kabátgombok sora, mint egy a szára a virágnak. Leltározzunk még a bárban? Hát jó. Ez úgy is megtörténik minden este és minden éjjel, míg be nem zár a mulató. Vöröses barna haj a frufru szemöldökig ér, sehová sem néző barna szemek, az ajkakon majdnem mosoly. Zavart? Bizonytalan? Félénk? Tartózkodó? A lány a Folie Bergère bárjában biztosan nem párizsi. Hogyha egyszerű ruhát adunk rá, levesszük a karkötőjét, a fülbevalóját, ezzel az arccal hajladozhatna a mezőn, egy zöldséges kertben, de éppen ülhetne egy marha istálóban, háromlábú széken, tehenet fejve. A Folie Bergère bárjában egy parasztlány áll. Hogyha mondanák neki, tiltakozna persze. Pedig Normandiából jött, vagy Elzászból menekült a szüleivel még a megszállás előtt. Hírbe hozta egy nyalka pásztor, vagy egy pohos vőlegény elől szökött a nagyvárosban nemrégen. A lány arcán sok minden lehet, amit tán észre sem veszünk. Egy jel bizonyosan nincsen. A reményé. Esténként szavakkal tucatnyian csipkedik, tán az arcát is néhány merészebb ficsúr. Senki sem szólítja hölgyemnek, még csak nem is kisasszony. Egy lány a bárban. Mit keres itt ez a lány? Talán a stafirungjára gyűjt szúkat? Vagy örül, hogy kikerült a munkáskocsmai talpalásból, hogy nem kell súlyos kriglikkel futkosnia? Esetleg a varroda szürkeségéből szabadult, hogy egy földie, egy szerencsésebb lány beajánlotta ide. Lehet, hogy számító ez a lány. Hogy itt nagyobb a kereslet, tán egy monsieur végre a hóna alányul, s ha nem is lesz rögtön úriasszony, de pár esztendőre végre könnyebb lesz, tán a gyerekét is bevallhatja, Párizsba hozhatja nem soká, hisz otthon úgy szégyeli szegénykét. Ez a lány elbukni vagy fölemelkedni készül? Esetleg egyszerre mind a kettőre? Vagy csak egy tágasabb, melegebb padlásszobát akar, ahol nem süvít az ablakrésen a szél? Hogyha egy kicsit megemeli a fejét, magasabbra tartja a tekintetét, vajon mit néz? Mit lát ez a lány?